Mióta ezzel a csatornával is foglalkozom, egy csomó okos eszköz bemutató és teszt jellegű videón volt már. Volt itt okosizzó, okos router, okos ajzat, mozgásérzékelő, de kamerákkal még nem foglalkoztunk, úgyhogy itt a következő állomás, a TP-Linknek hála, a Topo termékcsaládjuk egész kánaányát láthatjátok itt az asztalon előttem, egyszerű beüzemeléssel, és elég hozzá egy okos telefon is vagy tablet esetleg, amire le kell töltenünk egy applikációt, a Topo alkalmazását, és mindent, amit itt láttok előttem, azt be tudjuk rá kötni, és egy felhasználón keresztül tudjuk üzemeltetni az egészet. Topo C310-es külső kinti kamera, egyébként nagyon cuki, olyan, mintha ilyen kis fülei lennének ennek a kis robotkának vagy droidnak, így tudod felfogatni a falra, és ezzel tudod ugye figyelni a külső kinti dolgokat, ugye a ház körül, vagy a bejárat előtt. Ez teljes mértékben ellenáll az időjárási viszontagságoknak. Víz, porálló, a Topo C100-as, ez teljes mértékben beltéri használatra való, látszik is rajta, van egy ilyen fajn kis állványa, amin tudod állítani, hogy melyik irányba nézzen. És a Topo C200-as, na már most ez is beltéri használatra való, viszont ez egy kicsit már meg van spékelve, itt nem kell úgy állítgatni, mert robotizált, tud fölfelé és lefelé is tekinteni, valamint el tud forogni jobbra és balra. Mind a három kamerába tudtok rakni microSD kártyát, tehát ami történt, azt rögzíteni is lehet, tehát vissza tudod nézni a későbbiekben, valamint mind a három Wi-Fi-vel kommunikál ugye a rendszerrel, vagy a kinti külső kamerának az esetében akár be is tudod kötni kábellel. És a feature, amit mind a három tud, az a kétoldali hangkommunikáció, mind a háromban van egy beépített mikrofon és egy beépített hangszóró, amivel például, ha a külsőt vesszük alapul, akkor jön a futár, mint a reszkesetek betelőkben, aztán mondhatod neki jól, hogy tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Olcsó János. A két beltérivel pedig rászólhatsz a gyerekre, hogy ne egye meg a zsírkrétát, vagy hasonló. Szóval nem kell más tennünk, mint letölteni a Topo alkalmazást Androidra vagy iOS készülékekre, és hozzáadni az eszközöket a hálózatunkhoz. Próbáljuk meg először a külsőt, a C310-eset, mi most ugye Wi-Fi-vel, már látja is, csak rákattintok, és elméletileg a csatlakozás sikeres. Premiere Plánban ez az, amit én látok, amikor itt vagyok a kamera előtt. Hello. Működik. Elméletileg most halljátok, amit mondom. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy lájkolja ezt a videót. És már kapom is az értesítéseket a mobilra, hogy mozgást érzékelt a kamera. Menő mi? Mondjuk kinhagyod a nyaralódnál, és rögtön rezeg a zsebedben a telód, hogyha valamilyen oda nem illő arc mászkálott. Milyen menő már. És körbe tudsz nézni. És itt van az automatizálás, például, hogyha lemegy a nap, akkor kapcsolódjanak fel a lámpák, legyen az esetünkben mondjuk egy nyaraló. Vagy ugye Kevin esetében, amikor jöttek a betörők. Hazajöttek. Ugyan Párizsból. Akkor ő ugye úgy csinált, mintha mindenki otthon lenne, felkapcsolta a lámpát, szólt a zene, bábukat mozgatott, na hát ezek bábukat nem mozgatnak, de az összes többit tudják. És tudunk hozzáadni saját eseményeket, akciókat itt az alkalmazáson belül. Itt őszintén szóval csak a képzeletünk szabhat határt a dolognak, meg persze az okos eszközeink száma. Itt is vannak ezek a P100-as okos ajzatok, nagyon jól látszik, hogy pontosan elférnek egymás mellett. Tehát nem az van, hogyha mondjuk bedugsz egyet egy normál ajzatba, akkor a mellette lévő helyet kitakarja. No, ezek frankon elférnek egymás mellett. Ezeknél az okos ajzatoknál és okos izzóknál ugyanolyan könnyen tudunk eljárni, mint a kamerák esetében. Nagyon egyszerűen tudjuk csatlakoztatni az applikáción keresztül, és ugye én itt már ezt meg is tettem, le tudom kapcsolni az izzót, be tudom kapcsolni az izzót, tudom állítani a fényerejét, és ugye mivel ez egy RGB-s, akármilyen színben tud pompázni, és én már is elkövettem egy kis okosságot, mert az okos ajzatba dugtam bele, és le tudom kapcsolni azzal is. Ennyi az egész. Az ilyen okos ajzatok felhasználási területei szerintem az olyan eszközök, mint amiket elfelejtesz sokszor ugye kikapcsolni, ha elutazol otthonról, vasaló, kazán, kávéfőző, és akkor ugye úton valahová le tudod csekkolni az okostelefonodon, hogy akkor mégis mi a helyzet, áram alatt van-e a készülék, avagy sem. Vagy pedig nem okos eszközök felokosítására lehet használni, ugye az automatizáció folyamata szerint, tehát hogyha mondjuk
beledugsz egy lámpát, ami eddig nem volt okos lámpa, akkor ha beállítod, hogy napnyugtakor kapcsolódjanak fel a lámpák, akkor ezzel a kis okos ajzattal is ugye lehet utasítást adni arra, hogy az is felkapcsolódjon. Ezek az eszközök az asztalon szerintem egytől egyig egészen rendben vannak, és nem is olyan drágák, egészen baráti áron hozzájuk tudunk jutni, és ugye ezzel el tudunk indulni az otthon okosítás felé vezető úton. Azt a feature hiányolom igazán, hogy ezek a kamerák egytől egyig ugye mozgást is érzékelnek, így is be tudnak kapcsolni, de az automatizálás folyamata során nem tudod beállítani a mozgásérzékelést kiinduló pontnak. Tehát itt látszik, hogy vagy egy gomnyomásra te kapcsolsz be egyszerre mindent itt az applikáción keresztül, vagy be tudsz állítani valamilyen időt, időintervallumot, esetleg azt, hogy ugye automatikusan lekérje a napfelkeltét és a nap nyugtát, és a trigger device az hiányzik, mert nincs elérhető köztük. Én nem találtam a tapó termékcsaládban mozgásérzékelőt külön, pedig egyébként ezekben a kamerákban ott kéne, hogy legyen, hiszen jön az értesítés arról, hogy mozgást érzékelt. Nagyon szívesen csináltam volna olyan automatizációs példákat, hogy bejövök a bejárati ajtón, figyeli azt egy kis kamera, ahogy bejöttem, felkapcsolja a fényt, és ehhez hasonló dolgok, de emiatt ezt nem tudtam még kivitelezni. Ezen kívül egészen elégedett vagyok ezekkel a tapós cuccokkal. Ha szeretnétek többet megtudni róluk, akkor itt a leírásban lévő linkekre kattintva mindent megtaláltok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem, nyugodtan lehet diszlájkolni. Kommentben pedig várom a véleményeket, hozzászólásokat, hogy ti esetleg hol tartotok jelenleg. Azért már egy-két éve kezdesz berobbanni a köztudatba, okosizzók, okosajzatok, mozgásérzékelők, kamerák. Hol tartotok ezzel kapcsolatban? Ti már esetleg csináltatok-e valamilyen automatizációt, vagy használtok-e valamilyen okos eszközt otthon a háztartásban? Legközelebb találkozunk, szevasztok!